Köszöntöm Önöket! Önöknek mi jut eszükbe, ha azt mondom, így tedd rá? Ma Nagyberegre látogatunk el, és ezzel a módszerrel ismerkedhetünk meg. De hogy mi is a módszer lényege? Hogyan jutott el hozzánk Kárpátaljára? Jöjjenek velem, és nézzük meg együtt! Rá, az egy népi játék és néptánc módszertani program, amely ma már nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence és a világ számos pontján elérhető. A program ötletgazdája és kidolgozója pedig Balatoni Katalin. Az Így tedd rá az egyet jelent a hagyományos értékekkel és a korszerű pedagógiai elvekkel. Mi hiszünk abban, hogy a gyerekek életében kiemelkedően fontos szerepe van az értéket közvetítő játéknak és dalnak, mert a népi játék az ugye egy teljes személyiségre ható folyamat, ezt a folyamatot pedig segítenünk, táplálnunk és éltetnünk kell. Mi ebben hiszünk és ezért dolgozunk. Nem a produkciót tartjuk fontosnak, hanem az élményt szeretnénk megadni kicsiknek, nagyoknak, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ki szólt neked, hogy van Így tedd rá foglalkozás? Anyukám. És te a anyukád kérésére rögtön eljöttél, és mit láttál itt? Egy nénit. És a nénit nagyon könnyen megszoktad? Igen. Mi az, amit legjobban szeretsz a foglalkozásban? Az, hogy nagyon sok éneket tanulunk, meg ilyen nagyon izgalmas játékok vannak. Otthon szoktatok ilyen játékokat játszani, illetve előtte te otthon játszottál ilyen játékokat? Nem. Itt tanultál meg minden Igen. játékot? Miért szeretsz ide járni? Mert nagyon jó itt táncolni, meg nagyon jó itt énekelni. Van-e olyan, hogy kedvenc játékod? Van. Melyik a kedvenc játékod? A kukacos, meg a ördögös, meg a rókás. És olyankor ott mit kell csinálni? A rókásba kell számolni, hogy ki lesz a róka, és a tyúkok így körbeállnak egy körbe, legugolva, alszanak, becsukjuk a szemünket, és ha végrett a mondókának, hogy hol vagy te ravasz róka, hol vagy te ravasz róka, akkor így fel kell ugrani a rókának, és el kell kapni a rókának a tyúkokat, és ha elkapja a róka a tyúkokat, akkor az a tyúk, akit megfogott, az leül. Egy testvéred van? Egy. És szoktad otthon tanítgatni, dalolni, hogyha ő nem jön? Hát valamikor szoktam, úgyhogy amúgy már tanítgattam a mókuskára, de az végre annyira tudja. Szeretem ezt a táncot, mert szoktunk jót tanulni, és izgalmas itt jönni, mert... Csak itt tanultál ilyen dalokat, vagy otthon is énekeltek? Csak itt. Sárga!
milyen változást, illetve hogy fogadta a gyerek a foglalkozást? Mit tapasztalsz? Változott-e valami, mióta ide jár? Nekem a kisfiú nagyon sokat változott. 5 éves volt, ugye, amikor elkezdett járni Klaudiához, akkor teljesen egy visszafogott volt, nem volt hajlandó az óviban sem szerepelni, és azóta teljesen kinyílt, kitárult, és nem csak azt mondom, hogy bátrabb lett, hanem még nagyon sokat a szellemi fejlődésben is nagyon sokat segít. Írtó sokat segít a tanulásban. Azt hiszem, hogy sokkal koncentráltabb, sokkal odafigyeltebb a gyerek, és sokkal bőbeszédűbb, nagyon, tényleg nagyon nagy fejlődésen ment át nekem a fiú maga. És nagyon jól fogadta. Ahhoz képest, hogy az óvodában semmiben nem akart részt venni, most mindig megyek, mikor lesz, miért nem lesz most, ha véletlenül valamiért elmarad. Úgyhogy óriási, óriási nagy öröm az, hogy van ez itt nekünk. Mennyi elfoglaltságot jelent ez hetente? Hetente egy alkalom volt, amikor 2 volt, egy, ugye ez a Klaudia idejétől is függ, de nem olyan nehéz megszervezni, én azt mondom, hogy nagyon megéri. Vannak, amikor különböző más foglalkozásokat is szervez nekünk Klaudia, például szülőkkel együtt, vagy például elmennek, fellépnek Péterfalván, vagy itt, hogyha valamilyen alkalommal fellépnek, úgyhogy egy kicsi időt rá kell fordítani, de nagyon megéri. Mi az, amit látsz a gyereken? Szoktál hazavinni például a dalokat? Vagy szokott a játékokat? Szokott, ez is fura volt nekem. Nekem a fiú nem az, aki otthon előad mindent, amit tanul, de viszont azt hiszem észre, hogyha egyedül játszik, akkor énekli, vagy mutogatja, vagy ugye ezeket az ugrálóiskolákat bemutatja, meg nekem van egy kisebb gyerekem, úgyhogy azzal együtt is ezt szokták csinálni. Ő is jár esetleg a foglalkozás? Igen, mi babamamára járunk a kicsivel, ő 2 éves, úgyhogy együtt, amit közös nekik, azt tanulják, illetve nagyobb tanítja nekem a kicsit. A kicsi az mennyi idős? 2 éves múlott most. Hogyan képzeljünk egy kis gyerekkel való foglalkozást? Ha jól értem, akkor ott te is ott vagy. 8 hónapos volt nekem a kicsi, mikor mentünk. Én is vagyok, úgyhogy Klaudia mutatja nekünk, hogy mit kell csinálni, és én a gyerekkel együtt hajtom végre. Énekelünk, mondókázunk, mutogatunk, különböző gyakorlatokat végzünk, táncolunk együtt, úgyhogy nagyon érdekes. Mennyire volt nálatok a családban része például a mondókázás azelőtt, mielőtt itt? Volt része, de nem ilyen magas szinten, mint amióta Klaudiával. Én is nagyon sokat tanultam, sőt, én még az iskolába is viszem azt, amit vele tanulok. Vagy a babamamám, vagy itt a fiam által. Ez a dalokra érted? Vagy a... Dalokra, mondókákra, egy-két mutogatós, hogyha például van 1-2 percünk órán belül, egy picit megmozgatjuk az ujjainkat, a testünket. Mennyire népszerű ez itt nálatok? Én azt hiszem észre, hogy egyre népszerűbb, és nagyon remélem, hogy az is lesz. Mert itt például a faluban nagyon sokan szeretik, nagyon sokan járnak, ugye Klaudiának 2 csoportja van, babamamával együtt 3, de azt hiszem észre, akik látják, meg akiknek én is meséltem, hogy mindenki próbálja elfele csábítani őt egy kicsit, hogy az ő falujukba is, vagy ő hozzájuk is menjen el egy ilyen alkalomra. Miért érdemes járni ide? Miért érdemes ide? Azt mondom, hogy ez egy nagyon jó formáló alkalom, úgy, mint az én és a gyerekem közti kapcsolatnak is, és úgy, mint a gyerek és a közösségbe való beépülésnek is. Nagyon sok mindent tanulunk. A hagyományoktól, a népértékeken keresztül, a szeretet, a törődés, az odafigyelés annyira bőséges dolgot ad, hogy én például a babamára is mindenkit csábítok, és ide is általában mindig mondom, hogy jöjjenek, mert egyszerűen annyira magas értéket ad, hogy nem tudom azt mondani, hogy egy 1-től 10-es skálán, hogy 10, nem, sokkal magasabban van. Honnan hallottál az Ittedrá módszerről? Én először a programról 2017-ben hallottam, akkor indult egy óvodás csoportom szülői kérésre, és mivel korábban csak iskoláskorú gyerekekkel foglalkoztam, elkezdtem keresni a képzéseket, kiadványokat, vagy lehetőségeket, amikből megfelelő tudást kaphatok a csoport vezetéséhez, és tulajdonképpen teljesen véletlenül így találtam rá a programra. Elindult a csoport, elkezdtünk foglalkozni a programmal, és megismerni ezt a világot, majd 2017. decemberében részt vettem egy alapképzésen, és az ott átélt élmények meghatározó részei voltak annak az útnak, ami ezután kezdődött.
Én az elmúlt két évben nagyon sok iskolában, óvodában megfordultam, Kárpátalja szerte, nagyon sok gyerekkel játszhattam, táncolhattam és énekeltem együtt, illetve konferenciákon és előadásokon beszélhettem a programról szülőknek vagy pedagógusoknak. Nagyon sokszor megtapasztaltam az elmúlt két évben, hogy milyen az, amikor a foglalkozások közben a gyerekekkel töltött idő az engem feltölt, az önzetlen szeretet és a hatalmas mosoly az arcukon folyamatosan erőt ad, és megmutatja, hogy szükség van a folytatásra, mert én hiszem azt, hogy nem véletlenül vagyok itt, és nem véletlenül kerültem ide, hanem nekem itt kell megmutatnom azt, hogy nevelni, fejleszteni és továbbadni az örökségünket, azt így is lehet, mert a kulturális örökségünk az ugye egy hatalmas kincs, amit fel kell tárnunk, át és meg kell élnünk, már ilyen kiskortól kezdve. Te régóta jársz a foglalkozásokra? Igen. Amikor idejöttél, nem voltál megijedve picit? Nem. Rögtön beleszoktál a társas, hozzászoktál a társasághoz? Igen. És vannak itt esetleg barátnőid is? Igen. Mi a kedvenc játékod? A boszorkányos, meg a rókás. Én is nagyon szeretem a táncot, mert a játékok jók, és az énekek is. Te vágytál ide, vagy a szülők szerették volna, hogy ide gyere? Anya is szerette volna, meg én is. Mennyire volt nehéz megszerettetni ezt a programot itt a szülőkkel? Egyáltalán nem volt gond. Én azt éreztem és érzem folyamatosan, hogy állandó partnerek mindenben, a szülők is és a gyerekek is, és az a legszebb talán az egészben, hogy ez a program csak nem itt él a termen belül, hanem folyamatosan hétről hétre videókat, képeket kapok a szülőktől, hogy az itt megtanult játékok az otthon a családban is tovább élnek, használják az eszközöket olvasáshoz, szótagoláshoz, egy-egy kis testvérrel is eljátszák az arcsimogatókat, tehát nem csak itt a négy fal között él ez a program, hanem tovább viszik otthon a családba is, és a tágabb környezetükbe. Ha jól tudom, itt különböző korosztály van. Milyen gyerekekkel foglalkozol? Hány éves gyerekekkel? A legkisebbekkel is elkezdtünk már foglalkozni, tehát van a 0-tól 3 éves korig egy csoport, aztán a 3-tól 4-ig 4 és fél éves korosztály az ovis kis csoport, és az ettől nagyobbak. Kicsiknél például mi az, amit másként használtok, vagy mi az, amit másként csináltok? A kicsiknél a foglalkozás teljesen másképp épül fel, ott ők ugye az anyai ölbe vannak, és mindenki a saját anyukájával játszik, arcsimogatót, tapsoltatót, tükölütögetőt, hintáztatjuk őket, forgunk, gurulunk, mászunk, ami a korosztály sajátosságnak megfelel. Miért szeretsz ide járni? Hát azért, mert játszunk szaladgálosokat, meg ilyesünk. A szaladgálos a kedvenced? Mennyire bonyolult megtanulnod egy-egy mozdulatsort? Hát, kicsit nagyon. Kicsit nagyon? Uh-huh. Ez mit jelent, hogyha 2-3 alkalommal már egy-egy mozdulatsort megcsinálsz, akkor már a következő alkalommal tudod? Hát igen, elsőnök nem annyira tudtam. Miért szeretsz ide járni? Mert jók az énekek és a játékok. Azelőtt otthon a szüleiddel énekeltél ilyen típusú dalokat? A tesómmal. A tesód? A tesód hány éves? 12, és ő is ide jár. És ő miket szokott énekelni? Miket szoktatok otthon együtt énekelni? Amiket a tesóm megtanul, meg amiket én megtanulok. Noha ettél, noha vettél, csak legyen a tíjek.
Hány éves a gyereketek, aki ide jár? Jelenleg 6 éves, de 4 éves korától jár az ittedrás foglalkozásokra. Mit tapasztaltál a gyereknél? Volt-e valamilyen változás, mióta ide járt? Nagyon sok mondókát, nagyon sok gyermekjátékot, népi gyermekjátékot ismer, amit otthon nem tanítottam volna meg rá. Volt olyan, hogy valami olyan dalt vitt haza, amit esetleg te sem ismertél? Rengeteget. Rengeteg ilyet. Ti előtte otthon mondókáztatok, daloláztatok a gyerekkel? Nyilván kiskorától igen. Ringatókat, simogatókat, lépegetőket tanítottam rá, de itt sokkal szélesebb körű mondókázás, meg énektanulás meg folyik. Szokott otthon énekelni utána, vagy mondókázni, vagy mi a kedvence, mit látsz? Kezdetben a mondókázás, mert ugye ők is azzal kezdték itt a foglalkozásokat, de most már, hogy az életkorral egy időben inkább az énekek jönnek elő, és hosszú, tartalmas énekek. 4 éves kora óta jár a gyerek, miben fejlődött? Látom a testtartásukon, a mozgásukon ezt a rendezettséget, de az itted rá az más, az nagyobb fiam az táncra járt, csak simán táncra, és náluk pedig ez a népi kultúra, hogy megjelent, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan énekek, dalocskák, játékok, hogy sokkal többet ismernek a gyerekek, hogy a közösségben hogy élik meg ezt az egész játékot. Volt olyan már, hogy valamilyen alkalomra felléptek a gyerekek? Igen, nem kifejezetten szoktak ünnepekre fellépéssel készülni, de mindig megemlékeznek az ünnepekről, a jeles napokról. A legkedvesebb az, amikor az anyák napi szerep volt, és az anyák napi szerep arról szólt, hogy körbeültünk anyukákkal, és a gyerek odajött hozzánk, és elénekelte azt az éneket, hogy édesanyám szegfűszál, jaj, de szépen kinyíltál, téged ölelni nem kár, míg a nap az égen jár. És hát mindennél többet ért. Aztán meg az anyuka is bekapcsolódik az éneklésbe, aztán meg játékkal végződött ez az egész ünnepség, és így zajlott egy anyák napja. Nem úgy zajlott az anyák napi szerep, hogy felálltak a gyerekek a színpadra, és énekeltek, verseltek, hanem ilyen kapcsolatban az édesanyákkal. Most látom, hogy azért az óvis csoport az már elég komoly foglalkozásokon van túl, és elég komoly dolgokat csinálnak már mozgásilag is. Ti hogy fogadtátok egyáltalán az itted rát itt a faluban? Úgy gondolom, hogy úgy indult ez az egész, hogy felkértük Klaudiát, hogy foglalkozzon a gyerekeinkkel már óviskorban, és ő nézett utána ennek a programnak, és ő indította be velük. Hát szerintem ilyen 2-3 hónap eltérése, hogy megindult ez a kicsi tánccsoport, utána ő kutatott, keresett, és ő akadt rá erre a programra, és aztán képezte magát, és bevezette a gyerekeinket ebbe a rejtelembe. Személy szerint én voltam már Klaudiával a képzésen, és vagy ha itt bemutatót tart, akkor én mindig jelen szoktam lenni, mert a programnak néhány elemét átcsempészem az iskolába is. Mi az, amit szoktál alkalmazni a saját osztályodnál ebből a módszerből? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én másodikosaimból nagyon sokan részt vesznek ebben a programban, úgyhogy ők ismerik a mondókákat, ismerik a dalokat. És van úgy, hogy egy testnevelés óra úgy zajlik, hogy éppen a tánclépéseket ismételjük, gyakoroljuk, népzene szól. Első osztályban alkalmaztam meg, még most is jelen van az osztályban a színeknek a szerepe, és akkor a színek szerint sorakozunk, takarítunk, csendet kérek. És egy-egy játékot pedig bármikor lazításképpen, feszültségoldásképpen, vagy csak szabad idő van és el kell töltenünk valahogy, és a gyereknek programajánlóként felajánlom, hogy most ezt játsszuk, vagy azt játsszuk. Te pozitívumnak tartod, hogy a gyerek ezzel foglalkozik? Teljes mértékben. Színeket hallottunk. Mit jelent például a piros szín? A piros le kell gugolni. És mi a sárga? Egy lábom. Lila? Olyat is hallottam. Takarítás. Milyen játékot szeretsz a legjobban? Az ölelős fogó, meg a boszorkányos. Az ölelésnél mit kell csinálni? Van egy fogó, és akit megfog, az vává változik. Aki megöleli, az megy tovább.
Mi az, amit a legjobban szeretsz itt csinálni? Játszani. Anyáékkal otthon volt olyan, hogy játszottál egy foglalkozás után? Igen. És melyiket játszottátok együtt? A bujócskát. Mi a célja az egész programnak? Megtanítani táncolni? Talán a célja nem az, hogy megtanítsuk táncolni, hanem hogy megszerettessük velük ezt a világot, de ezzel együtt jár az, hogy megtanulnak táncolni, az eszközök segítségével ugye a magyar néptánc elemeit tanulják meg, az alapmotívumokat játékosan és könnyen észrevétlenül, azt mondom, hogy így tanulják meg. Milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre egy-egy foglalkozásnál? Minden eszközt használunk, ami a programban megjelent, tehát a színes tulipánok, diók, színes korongok, babzsákok, kötelek, színes gumiszalagok segítik az ugrást, és sokszor a földre rajzoljuk, ragasztjuk fel az ugróiskolákat, különböző pályákat, amiket végig tudunk táncolni. Mennyire nehéz megszokniuk, illetve mennyi időbe telik, míg például a színeket nem keverik össze semmivel? Folyamatosan ezzel kezdtük az elején a foglalkozásokat, és nem úgy, hogy leültünk, és csak mondogattuk, hogy rózsaszín legyetek csendben, zöld, ezt jelenti, sárga, azt jelenti, hanem játékosan, és a szín mellé még mondtam az utasítást, most már ott tartunk, ugye, hogy nem kell mondanom, csak azt mondom, hogy sárga, és mindenki egy nyelvet beszél, és érti, hogy azt kell csinálni, hogy körbeállunk, de amíg ez nem volt meg, akkor mellé mondtam, hogy sárga, készfogással körbeállunk, és ez egy idő után megragad. Mivel lesz több egy gyereknek, ha mondjuk egy ilyen foglalkozásra eljár? Olyan támaszt adhat nekik ez a világ, itt most a belső értékekre gondolok, ami majd felnőtt korukba is elkíséri őket. Tehát bármilyen helyzetbe eszükbe juthat majd egy-egy mondóka, vagy egy-egy népdalnak a szövege, ami lehet, hogy a legszomorúbb napján fogja felvidítani. Ezt most tapasztalatból mondom. Jól tudom, most te vagy az egyedüli képviselőjét Kárpátalján az Ittedrá programmal. Mit gondolsz, van lehetőség arra, hogy ezt a programot esetleg más faluba vagy más járásba is ki tud vinni? Nagyon szívesen megyek mindenhová, ahová hívnak, és lehetőségem van. Mi az, amit tudsz ilyenkor adni egy alkalommal például? Mindig élményt szeretnék adni, amire majd mindig emlékezni fognak. Lehet, hogy a dalszöveg vagy a mondókának a szövege az nem ragad meg bennük, de én azt szeretném, hogy az érzés az meglegyen. Volt, hogy egy-egy helyre visszahívtok, mert a gyerekek arról vágytak, hogy még egyszer játszhassanak vele? Igen, ez pont idén volt ilyen, nem egy oviban, hanem egy iskolában, és úgy fogadtak a gyerekek, hogy emlékszünk rád, nagyon jó volt veled, és úgy jöttem el, hogy mikor jössz legközelebb. És arra van lehetőség, hogy te esetleg többször is elmenj egy-egy ilyen helyre? Akár úgy is szoktam menni, hogy nem hívnak, hanem felajánlom, hogy szívesen elmegyek és tartok egy foglalkozást annak az osztálynak vagy ovis csoportnak. Ha valaki szeretne ilyen programon részt venni, illetve fejleszteni magát, akkor ezt gondolom egyedül még Magyarországon teheti meg. Így van, igen. Te időközönként szoktál-e visszamenni, hát továbbképzésre hívhatjuk így? Igen, folyamatosan. Nem azt mondom, hogy havi rendszerességgel, de amikor csak lehetőségem adódik rá, mindig elmegyek, és nem feltétlenül csak azért, hogy szakmailag fejlődjek, hanem ez az Ittedrás közösség mindig valami többet ad. Mennyi ideig lehet ezt csinálni, szerinted? Van olyan, hogy korhatár? Nincs. Én azt gondolom, hogy nincs, mert a játékörök, és mi azt szeretnénk, hogyha minden napunk játékban, dalban és táncban gazdag lenne. Köszönöm.
Az Így tedd rá módszer által a pedagógus ötleteket, lehetőséget kap arra, hogy a tánc élmény legyen a gyermekek, illetve önmaguk számára. A gyermekek képességei pedig úgy fejlődnek, hogy észre sem veszik, hiszen ők csak játszanak. Így tedd rá! Köszöntünk Kárpátalján!